5 szociális bérlakás, egy közösségi ház és egy csillagszolgáltató pont épült Kislétán, mintegy 200 millió forintos uniós forrásból. Emellett képzéseket is indítottak a településen hasonló összegből. A fejlesztések segítik az itt élő, hátrányos helyzetűek integrációját, felzárkóztatását. Nemzeti színű szalagra kötve a kulcs. Így adták át azt az egyik szociális bérlakást, amely a Kislétán zajló komplex teleprogram keretében készült el 4 másikkal együtt. A 76 négyzetméteres lakásokban 3 helyiség található teljes bútorzattal. Ez a nő egy 7 gyermekes családtagjaként költözhetett új helyre. Sokkal nagyobb a lakás, sokkal jobb az állapota, jobb a fürdőszoba, már tisztálkodás szempontjából is van egy szép étkező, ami otthon egy kicsi volt, itt szépen elfér az egész család, szépen meg tudunk reggelizni, ebédelni, vacsorázni, meg hát az életkörülményük javult ezáltal. Mint az átadót megelőző ünnepségen elhangzott, a lakhatási feltételek javításán túl 3 hónapos átképzéseket is indítottak a településen, az érintettek igényei szerint azért, hogy könnyebben munkához jussanak. A felzárkóztatást és az integrációt segítő EFOP-os projekt egyébként 2 felhívás alapján születhet meg. Az egyik az kifejezetten olyan képzéseket, olyan szűréseket, olyan életmódváltást, vagy olyan egészséges, vagy helyes életmódra tanítást próbál bevezetni a rászorulók körében, amellyel azt gondolom, hogy a mindennapjaikat, a kisgyerekek életét meg tudjuk könnyíteni. A másik része pedig ennek a pályázatnak, vagy egy másik pályázati konstrukció, amelyből táplálkozott ez a projekt, az pedig kifejezetten az infrastruktúrális beruházásokat segíti. Az államtitkár az ünnepségén elmondta, az emberi erőforrás operatív programban majdnem 1000 milliárd forint állt rendelkezésre a 2020-ig tartó 7 éves uniós ciklusban, aminek köszönhetően 200 szegregátumban több mint 30 ezer embert értek el, segítve tudatos, felelős életvitelük kialakításában. Vendég a stúdióban Pénzes Sándor, Kisléta polgármestere. Jó napot kívánok, polgármester úr. Köszöntjük Önt. Kisléta, ha jól tudom, 1500 lelkes település. 1800 lelkes település, és a 30%-a a lakosoknak pedig hátrányos helyzetük. Hát gondolom, akkor ennek megfelelően nem volt túlságosan egyszerű kiválasztani azt a néhány családot, akiket elhelyezhetnek a szociális bérlakásokba. Mert hogy 5 szociális bérlakásról van szó. Igen, sokkal többre is szükségünk lenne. Nem volt egyszerű a kiválasztás. 30-35% a szegregátumban él nálunk a roma lakosságnak, és 5 darab szociális bérlakásnak a testületnek nagyon nehéz feladata volt. Alkottunk egy bérlakásra egy felhívást, és ennek keretén belül meghirdettünk egy pályázatot, aminek nagyon-nagyon olyan kritériumokat állítottunk fel, aminek meg kell felelni, mert természetesen ezek a szociális bérlakások, ez a nevéből is adódóan, ez bérlakás. Úgyhogy ezt egy évre kötöttünk szerződést, mert megvan már mind az 5 háznak a bérlője. Közjegyző előtt megkötöttük már a bérleti szerződéseket, és gyakorlatilag már igénybe is vette mind az 5 család a lakásokat, úgyhogy már benne laknak. Ezt már tudom mondani az átadás óta, mert az átadásunk az múlt hét kedden történt, de már február 1-jével a pályázat is kötelezett bennünket, hogy február 1-től már meg kell, hogy legyenek azok, akik bérbe veszik, igénybe veszik ezeket a lakásokat. És hát ahogy említette, ugye benne van a nevében is, hogy bérlakás, úgyhogy ezek megfelelően gondolom az egyik kritérium az az volt, hogy meg tudják fizetni a bérleti díjat. Nagyon minimális bérleti díjat szabtunk meg, 15 ezer forint bérleti díj és 5 ezer forint kaució. Nem kértünk előre kauciót letenni, ne hozzuk hátrányos helyzetbe ezeket a családokat és nehéz helyzetbe. Gyakorlatilag, ahogy befizetik, egy év, ahogy letelik, az 5 ezer forintot minden hónap, 5 ezer forintja természetesen, ha a lakásban mindent úgy találunk, ahogy kell, akkor az visszajár az 5 ezer forint, magyarul csak 15 ezer forint. És a rezsiköltséget kell fizetni. Ezeknek a lakásokat még úgy alkottuk meg, hogy vegyes tüzelésű kazán, központi fűtés, de vegyes tüzelésű kazán azért nálunk vidéken egyszerűbb elérni a fát, vagy bármilyen olyan tüzelőanyagot, amivel tudnak benne tüzelni. A pályázatnak része volt, hogy kártyás órát kell, villany az kártyás órával felszerelve, gyakorlatilag ne legyen olyan probléma, hogy esetlegesen a villanyszámlát megterhelik az önkormányzatot, de vízcsatornát természetesen azt még nekik kell fizetni. Mit tudnak arról, mennyire egyedülálló volt ez a fejlesztés, ez a program, akár a megye, akár az ország többi hasonló településéhez képest? Azért ez már elterjedt, nem
nálunk Szabolcs megyében, én a mi régiónkban, a járásunkban inkább úgy fogalmaznék, több településen van, de még ők nem indultak el. Mi nagyon sürgettük, ahogy a pályázat felhívás megtörtént, sikeresen elbíráltuk bennünket, nagyon sürgettük, hogy el tudjuk kezdeni a beruházást. Úgy emelkedtek az árak, hogy nem tudta a többi település, még mindig ott toporog, hogy nem tudják ebből a pénzből megvalósítani a bérlakásokat, a Csillagpont épületet és a közösségi házat. Mert hogy akkor ez egy ilyen komplex program, amelyet minden egyes település, vagy olyan település, aki pályázik. Ahhoz szegregátum van. Igen. Mennyiben, hogyan segíti ez a felzárkóztatást? Ez mindenképpen az integrálás, hogy megpróbáljuk kiszakítani a szegregátumból ezeket a családokat, hogy próbáljanak felzárkózni. Ez mindenképpen arra szolgál, és a testület is azt szorgalmazta, hogy arra próbáljuk ösztökélni őket, hogy spóroljanak, próbáljanak utána akár a csok keretén belül lakást venni, vagy házat venni, azért vannak erre most megfelelő lehetőségek, próbáljanak gyűjteni, próbáljanak ebbe gondolkodni. Hát igen, azt említette, hogy már beköltöztek, ugye? Igen. Az utókövetés az mennyire tud megvalósulni? Úgy írtuk, hogy minden hónapban megyünk a házakat ellenőrizni, azért szeretnénk nyomon követni, mert azért Kislétának egy ekkora vagyon, egy érték, azért ez közel 296,5 millió forintból valósult ez a program meg. Jó, a szociális bérlakások nem ennyik voltak, mert ebben benne van a Csillagpont épület és a közösségi ház is, de természetesen a bérlakásokat szeretnénk nyomon követni, hogy milyen állapotban vannak, és hogy milyen helyzet, milyen körülmények vannak. Meg hát az is gondolom, ez egy új életkörülmény, egy sokkal jobb életszínvonal, és hát ennek megfelelően a felzárkóztatásukat is, ugye? Tehát, hogy akkor így kiemeltek lesznek ezek a családok, mondhatjuk ezt. Igen, fogalmazok úgy, hogy nagyon sok irigyük van a településen belül, mert azért, ahogy az a bejátszásról is elmondták, teljes bútorzattal adtuk az ágytól, a gáztűzhelyig, a konyhaszekrényen keresztül, gyakorlatilag mindent, teljesen csak a kulcsot átadtuk, és be kell költözni. Függöny, evőeszköz és ágynemű esetleg, amit kellett vinni, de gyakorlatilag az asztaltól a székig mindent adtunk ezekbe, és azért erre nem csak a szegregátumban élők, a településen élők is irigykedhetnek, mert tényleg olyan minőségűek és olyan körülmények közé tudtak beköltözni ezek a családok. Közösségi ház. Ennek mi a funkciója, és hát akkor kik körében itt az előzőekhez vissza? A közösségi ház természetesen a településé. Ez nem a szegregátum, ez a településünk központjába épült, és megpróbáljuk a közösségi házat a nevének adódóan és a nevéből adódóan a közösség javára fordítani. Természetesen a szegregátumban élőkkel közösen, különböző foglalkozásokat, különböző programokat, különböző zenei oktatásokat, és minden olyan rendezvényt, amit egy közösségi házba be tudunk vinni, gyerekeket tudunk fogadni, játékokat vásároltunk a pályázat keretén belül, az 1-6-2-es, ennek a pályázatnak a társ részébe kerül keretén belül. Játékoktól kezdve mindennel fel vagyunk, hangszerekkel mindennel felszereltük ezt a közösségi házat. Ráadásul még létrehoztak egy szolgáltató pontot is. Egy szolgáltató pont, ezt pedig le a szegregátumba, a Bocskai utcára építettük meg. Ez volt a pályázat része is, ezt oda kellett építeni. Erről azt kell tudni, hogy ebbe működik egy mosási lehetőség, 3 darab ipari mosógéppel és 1 darab szárítógéppel, és zuhanyzási lehetőség, külön női és külön férfi rész, 2-2 zuhanyzóval. Azt azért tudni kell, hogy a településünk az teljesen le van fedve, víz, szennyvíz hálózattal ki van építve, de azért van a szegregátumban olyan család, ahol nincs víz sem, és a fürdés is és a mosás is így gondot jelent, de lehet, hogy van benn víz, de nincs fürdőszoba, és a mosás kézzel történik, vagy nem tudnak megfelelőképpen tisztálkodni. Egy óriási lehetőség ez is a szegregátumban élőknek, hogy igénybe vegyék, természetesen normális körülmények között. És élnek is vele. Február 1-jével indítottuk a programot, még feltérképezzük a nyitvatartásunkat. Államtitkár asszony is kérdezte, hogy hogy lesz a nyitvatartás. Megpróbáljuk úgy, hogy a közösségnek a legjobban szolgáljuk az érdekeit. Ez az infrastruktúrális része a történetnek, de vannak átképzések is, ugye? Vannak képzéseink, 5 különböző képzés a pályázatnak másik részén belül 5 képzést folytatunk le, 2 már elkészült. Mezőgazdasági munkás, OKS képzést kaptak ezek, pargondozó, ami ez is OKS képzés, és intézményi takarító, ez most van folyamatban, és motorfűrészkezelő. Gyakorlatilag megpróbáltuk úgy ezeket a képzéseket kialakítani, hogy a településen és a környező részeken, hogy a munkahely teremtés céljából, el tudjanak helyezkedni, megpróbáltuk ezeket az igényeket felmérni, és még térkőgyártó
magyarul különböző betonelemeket, hogy tudjanak gyártani. Még egyetlen egy kérdés a végére, mikor lehet sikerről beszámolni? Lehet egyáltalán? Hát én azt mondom, hogy 6 hónap, 1 év, és akkor tudok esetleg erről is sikerről beszámolni, sikeres vagy nem. Köszönjük szépen. Nagyon szépen köszönöm a kérdést.